Megismételjük ezt a kísérletet, ezt a dugósat, csak egy kicsit másképp. Arra gondoltam, hogy úgy fogjuk megismételni, hogy nem csak egy kevés csepp folyós nitrogént teszünk bele, hanem sokat. Egészen tele fogjuk tölteni, és utána úgy fogjuk lezárni egy dugóval. Tehát, itt van a palack. Ezt a palackot fogom én teli tölteni cseppfolyós nitrogénnel. És amikor a cseppfolyós nitrogénet eletöltöttem, akkor kezdődhet a kísérlet. Na, még egy keveset. Hogy? Tehát, ahogy ígértem, megint csak egy dugóval fogjuk ezt majd lezárni. Így. Szerintem mindenki látja, hogy tele van. Jöhet a dugó. Ehelyett a dugó helyett egy olyan dugót fogok választani, ami ugyanekkor a méretű, csak át van fúrva egy csővel. Tessék figyelni, amikor a cseppfolyós nitrogént fogom. Így. No, tehát akkor ebből a kísérletből azt lehetett megállapítani, hogy az energia átalakulási folyamat talán most még látványosabb lett, hiszen amikor a dugóval lezártuk az edényt, akkor a dugóban dugó által lezárt dug, akkor már nem tudott a gáz szabadon eltávozni, és ennek a folyadéknak a felületére hatott a nyomás, és ez a kis csövön keresztül nagyon nagy sebességre fölgyorsította itt a cseppfolyós nitrogén. Tehát ez azt jelenti, hogy a nyomás energia úgy szintén megvan, mozgás energia megint megvan, a helyzeti energia úgy szintén látható volt, és amikor visszajött az alsó részre a cseppfolyós nitrogénből keletkezett gáz, akkor mindenki megtudhatta, hogy a környezet hőjéből vette az energiáját ez a szép folyamat.